Erdő, erdő, mese, erdő, benne mese, tizenkettő. Itt kopogtat most is egy. Gyere gyorsan, hallgass meg! A suszter manói. Volt egyszer egy suszter, Értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogyhogy hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti. Tiszta volt a lelki ismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőn. Gondolta, majd lesz valahogy tisztességes ember, csak nem pusztul éhen. Lefeküdt, és békességgel elaludt. Másnap jókorán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának. Hát, ott áll készen az asztalon a pár cipő. A suszter ámult, bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba. Nincs az a mestermunka, amelyik különb lehetett volna ettől. Hamarosan vevő is jött, nagyon megtetszett neki a cipő, fölpróbálta, s éppen a lábára illett. Mintha csak nekem készítették volna, mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suster keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két pára való bőrt lett ki belőle. A suster este ezeket is szépen kiszabta. A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel, gondolta, ráérek a dolgomtól. De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, Neki a kis sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a kettőre, jól megfizette kértük, s a suszter a pénzen most már négy párra való bört vásárolhatott. Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta, s így ment ez tovább napról napra, hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jó módú ember lett belőle. Karácsony táján egy este, szokása szerint, ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bört, aztán mielőtt lefeküdtek volna, azt mondja a feleségének. Hallod, -e, lelkem, mi lenne? a mai szaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben. Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokan tömprengett már rajta, csak hát nem mert előhozakodni vele az urának. Mécses gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy mi lesz. Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, ízgés mozgást hallottak. Az ajtó egy arasznyira kinyílt, és két kedves kis manó a szobába. Se szó, se beszéd. Odaültek a suszterasztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán vartak, tűztek, hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen ámulatában. A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, még a cipőkkel nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illaberek, nádakerek eltűntek. Másnap reggel azt mondja a suster asszony, Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jó módba juttattak minket. Pócéron szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak. Tudod mit? Varok nekik ingecskét, kabátkát, Mellényt nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. Egész nap ezen dolgoztak, az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák. Az ember meg a székén kuporog, kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra, szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz is akartak látni hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat, és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egy-kettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, füttyengettek, rikkangattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. Ugye milyen csinos fiok vagyunk? Többet bizony nem is suszterkodunk. Énekelték, körültáncolták az asztalt, szögdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából, nem is jöttek vissza soha többet. A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzá kezdett.